A Kecskés Gyula Városi Könyvtár több év kihagyás után június 27 és július 1 között szervezte meg Kincses Domb nyári tematikus olvasótábor elnevezésű nyári táborát általános iskolás gyerekeknek. Az eseménysorozat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából a Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma döntése alapján valósulhatott meg. Az egy hét alatt színes, játékos, ismeretterjesztő programokon vettek részt a diákok. A helyismereti jellegű tábor tematikájának középpontjában Aladányi kereszt állt. Tudtuk meg Meggyeszai Szilvia tagintézményvezetőtől. Ezen a héten valósítjuk meg Kincses Domb elnevezésű nyári tematikus olvasótáborunkat június 27 és július 1-e között. A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma által megítélt pályázatból valósítjuk meg főképpen ezt a tábort, amelyen 15 gyermek vesz részt. Mivel ez egy helyismereti jellegű tábor, ezért első körben a püspökladányi partnerintézményeinknek, a püspökladányi általános iskoláknak kínáltuk fel a táborban való részvétel lehetőségét, és így minden püspökladányi általános iskolából érkeztek gyermekek a táborunkba. 10 és 14 éves kor között. Tematikus táborról beszélünk, és úgy építettük fel, hogy a gyerekek helyismereti tudást szerezhessenek játékos formában. Ezt a tudásanyagot különböző képzőművészeti technikák segítségével feldolgozhassák, illetve ezeket a technikákat elsajátíthassák, és ezt pedig az irodalom eszközeivel erősítjük meg, hiszen minden nap van mesefeldolgozás is, irodalmi játékos foglalkozás is, és ez így együtt alkot egy kincses dombot, hiszen ez a táborunk elnevezése is, és ebből a komplex és sokirányú ismeretanyagból és tevékenységből, játékos formából kívántuk felépíteni egykori kincses dombunkat, hiszen ugye fontos régészeti lelőhelyünk volt, és ezt helyeztük a tábor középpontjába, illetve mint fontos régészeti leletünket, a Ladányi keresztet, amely szinte minden napon megjelent valamilyen formában. A különböző technikák segítségével is megformáltuk a Ladányi keresztet, és ez így együtt komplexen adta a táborunknak a tematikáját, az irodalom, a képzőművészet vagy a kézműveskedés, illetve a helyismereti tudás a gyűjteménye lett tulajdonképpen a táborunknak az anyaga. 5 napról beszélünk, és ezt az 5 napot tematikusan építettük föl. Minden napot egy anyagról neveztünk el, a bronznapja, a fanapja, a kőnapja, a gyapjú napja volt és az agyagnapja, és ma kerül sor a gyapjú napjára. A napokat úgy építettük fel, hogy a nap első részében a helyismereti tudást vagy ismeretanyagot szerezhették meg játékos formában a gyerekek, vagy olyan formában, hogy elmentünk valahova, tehát a bázisunk az a könyvtár volt, viszont nagyon sok helyszínen vettünk részt, maga a bázis intézmény is oszlott, mert első és utolsó napon a könyvtárban, második, harmadik és negyedik napon pedig az ifjúsági házban töltöttük a ebédutáni, délutáni részt. Ahogy említettem, hogy a délelőtt folyamán ezt a ismeretanyagot szerezhették meg a gyerekek, és délután ezt mélyítettük el, és a kézműves technikák elsajátítása során a megszerzett tudást építhették be, illetve az aznapi téma köré szerveztük magát, ugye a foglalkozásnak a fajtáját is, és együtt alkothattak a gyerekek, nem volt szükséges az előképzettség vagy a jó kézügyesség, hiszen olyan mesteremberek közreműködésével tudtuk megvalósítani ezeket a technikákat, illetve délutánokat, akik ugye beavatták a gyerekeket, és mindenki tényleg remek művet alkotott, és nagy kedvel is fogtak hozzá a gyerekek, és vettek részt ezeken a foglalkozásokon. Lássuk, hogyan teltek a tábornapjai. Az első nap volt a bronznapja. A múzeumba kezdtük, és Györfi Lajos múzeumvezető, tagintézményvezető úr, illetve Opra Anita tartottak a gyerekeknek ismertetőt. Mivel említettem, hogy a püspökladányi régészeti kincseinek, vagy régészeti leleteinek a megismerése is egy fontos
programelemünk volt, tehát ők Püspök Ladány múltjáról beszéltek is ezekről az ásatásokról, illetve az időszaki kiállítást is megtekintették Anita segítségével a gyerekek. Szerettük volna, hogy látogatók itt virtuálisan elsétáljanak ezen a főutcán, hogyha kitekintenénk, ott a Molino mögött van ugyanezt a képet, ugyanez a kép fogadva minket, csak nem lenne mondjuk ennyire sáros az utca, kivéve, hogy nagyon esik, akkor lehet, hogy ennyire sáros, de itt láthatjátok. Számban van a mai intaktárnak az épületben, a Fosta épületben. Marika, megmondtad? Ez az a tornyos, hogyha elindulunk vissza, hogy nézzétek meg most. Ez is van, mert Sárosnak ismerem. Igen. Képkeletező cégünk a székely. Egyébként úgy tudom, hogy orvosnak volt a háza. Akkor mutatom akkor nektek itt, hogy vagyunk, hogyha kinézünk. Akkor most itt innen az ablakból kinézünk így oldalasan, akkor itt van a banképülete, ez itt a posta, és nyilván itt már itt most a Spárnak van az épülete, itt pedig a Városüzemeltető Kft., de körülbelül ez a kép fogadza minket 100 évvel korábban. És innen indulunk el a sétára az állomásig. Délután kerékpára pattantunk, és kibicikliztünk Györfi Lajos és Györfi Ádám szobrászművészeknek a műhelyébe, ahol ők már a szobrászat rejtelmeibe avatták be a gyerekeket, megtekintettük a műhelyt, és meséltek a gyerekeknek erről a mesterségről. Rengeteg szobrot csináltam, a köztér körülbelül 300 körül szobron van, ami köztéri. Ezek közül lovas szobrokat csináltam talán a világon legtöbbet. Itt láttok terveket, rengeteg kis lovas szobrokat. Ezek mind 5/4-es életnagyságban vannak meg. Az 5/4 azt jelenti, hogy egy figura rajta 2 méter 20 centi. A ló marmagassága meg minimum 185, a marja, az a csigolyája, ami a nyakának a végén van. De mindenféle más szobrokat csinálunk, látjátok, tízkutakat, más emlékműveket, portrékat, érmeket, kis plasztikákat, tehát ami szobornak nevezhető, vagy díjnak nevezhető, köztéri szobornak nevezhető. Elsősorban maradandó anyagból, mert szeretem a fát is szeretem, de nem maradandó, és ugyanannyi idő alatt meg lehet csinálni bronzból vagy kőből. És ezek az anyagok, ezek 1000 évben méltőek. Különösen bronz, tehát ha megnézzünk régi leleteket, a bronz az majdnem mind megmaradt. Vagy pedig azok a gránitkő szobrok, ami az egyiptomi korban készítettek, azok maradandóak, a mészkő szobrok azok puhábbak. Azok is megmaradnak, csak elkoszolódnak nagyon. Melyik szobrot volt a legnehezebb megcsinálni? Hú, nem tudom. Az elején. Szerintem már mindegyik könnyű volt, mert nem lehet. Csak a gyerek, az biztos. Szóval mindig azt mondják, hogy mindig kérik, mennyi időt csinálok egy lovas szobrot, vagy egy szobrot. Hát van, aki 10 évig csinálja. Én általában egy hónap alatt megmintázok egy lovas szobrot. De hát ez az egy hónap, ez 62 év, 62 éves vagyok. Tehát ennyi idő kell ahhoz, hogy megcsináld egy hónap alatt. Ugye az sem mindenkinek, csak aki képes rá. A keddi nap folyamán a Farkas-szigetbe is ellátogattak a gyerekek. Második nap a fa napja volt, itt kezdtük a Farkas-szigetben, dr. Keserű Zsolt, az ERTI szakembere fogadott bennünket, és ő az arborétum történetéről, illetve a fafajtákról tartott nagyon érdekes előadást. Megismerhették a gyerekek fametszeteken keresztül is, illetve nagyon sok kérdésük volt, öröm volt hallgatni a gyerekeket, ahogyan magukévá tették az ott hallottakat, és újabb kérdéseket tettek föl. Délután Kis Tamás vett részt, vagy ő tartotta a foglalkozásunkat, aki pedig a fafaragás és a fafeldolgozás rejtelmeibe avatta a gyerekeket, és együtt csiszoltak, a gyerekek fúrtak, kötélverés technikával, pedig az elkészült fa medálnak, ugye, mert a ladányi keresztet formálták meg a gyerekek, nyakba akasztót készítettek, tehát mindent a gyerekek és Tamás, illetve a segítő közreműködésével valósítottak meg. Tamás faműves, népi játék és kismesterségek oktatója. A szerdai nap volt a kőnapja, ekkor szobortúrával kezdtük, tehát itt a központban a köztéri alkotásokat tekintettük, megismertük meg a szobrokat, emléktáblákat, domborműveket, fakeresztetet, igyekeztem különböző anyagokból készült köztéri alkotásokat is megmutatni a gyerekeknek.
és ugye alaposan meg kellett nézni ezeket, hiszen a délutáni foglalkozás már erre épült, akkor a festészeti technikákkal ismerkedtünk meg, Búzogné Szilágyi Edit tartotta ezt a foglalkozást, és a sejemfestéstől kezdve a fára történő festésen keresztül, tehát több technikát is ismertetett, és végül kőfestés, tehát kőre festettek a gyerekek, illetve a fő elemünk, ez a ilyen akvarell alapú tus rajz volt, amin a gyerekek a délelőtt látott köztéri szobrok közül szabadon választva alkották meg a saját kis remek műveiket. Csütörtökön szerepre indult a csapat, ahol szintén kreatív napot töltöttek el a diákok az agyagnapján. A csütörtöki nap volt aztán az agyagnapja. Itt szerepre utaztunk el busszal, és Földessy László gyönyörű mesekertjét tekintettük meg, ő róla köztudott, hogy gyönyörű agyagszobrokat készít, és gyönyörű kiállító terme van, az udvara, a házának a kertje is meseszerűen van berendezve, nagyon jól érezték magukat a gyerekek, és itt Rácz Endre szerepi költő volt még a vendégünk, aki verset szavalt a gyerekeknek, illetve citerázott is, úgyhogy a zene is megjelent a táborunk során, tehát igyekeztünk ugye minden érzékszervét megmozgatni a gyerekeknek. A régi kerekeket én beszoktam a falba építeni, látjátok, hogy nem kiteszem, hogy ázzon, hanem védem egy kicsit a fallal. Ez egy ilyen 10 éves munka volt, mire ezeket így felépítettük. De arra még szebb fal van ott a másik oldalon. Akkor nézzétek, csak itt vannak a régiségek. Na most a régiségben látjátok, igaz, hogy poros, de ez volt, ez egy mángorló, és ja. Akkor mi volt? Ez volt a vasalom, mikor nem volt régen, akkor ezzel vasalta. Amikor meg nem volt centrifuga, akkor meg ezzel csapkodták ki a vizet a ruhából. Szóval ilyen egyszerű eszközök voltak, amikor szegény világ volt, amikor még nem voltak ezek a modern gépek. 100 esztendőt látott már a Vindiófa. 100 esztendős álmok peregnek le róla. 100 év emlékeit hordozza magába, 100-szor vihartépet pompás koronája. Látott sok születést, s látott halált bőven. Napot, amit felkel, s látta lemenőben. Háborúk fájdalmát gyökerébe szívta, mégsem látták soha, meggyötően, sírva. Vén fekete rigó lett hűséges társa. Másik, kivel beszél, harangkondulása. Sokszor tárt karokkal mutatott az égre, és könyörgött, ha látta, rossz jár a szegényre. Délután agyagoztunk, akkor pedig Fazekas István érkezett Nádudvarról, aki egy híres fazekas dinasztia tagja, és ő keramikus fazekas, tehát ismét szakember segítségével sajátították el a gyerekek az agyagozás technikáját, illetve ismertetőt is kaptak róla, és itt szintén ugye a ladányi kereszt jelent meg egyik fő motívumként, illetve szabadon is alkothattak a gyerekek, és egyéb technikákat, vagy egyéb alkotásokat is készíthettek. Pénteken nemezeléssel telt a délelőtt. Az utolsó napunk, amelynek ma vagyunk a részesei, ez a gyapjú napja. Itt a délelőtt folyamán alkotnak a gyerekek, szintén Búzogné Szilágyi Edit segítségével, aki népi kézműves nemezkészítő, és itt is nyilván nem titok, megjelenik majd elemként a ladányi kereszt, és ezt követően kerül sor a tábor zárásaként egy kiállítás megrendezésére, amit a gyerekek segítségével fogunk majd berendezni, és itt a héten alkotott remek műveik, alkotásai kerülnek majd kiállításra, a szülőket is meghívtuk erre az alkalomra, és közösen fogjuk megtekinteni, illetve összegezni a tábort. Azt történik a nemezelődés során, hogy ezeknek a gyapjú szálaknak a mikroszkóppal megnéznénk a felületét, olyan, mint a hajunk. És talán azt tudjátok, hogy a hajszálakon ilyen kis pikkelyek vannak, mint a koboznak a pikkelyei. Ha nagyon nagyot felnagyítanánk mikroszkóppal, akkor azt látnánk, hogy mint a koboz, ilyen kis pikkelyek vannak a hajszálakon. És amikor szappanos meleg vízzel elkezdjük gyümölcskölni őket, a meleg víz hatására, meg a szappan hatására kinyílnak ezek a pikkelyek, szétnyílnak, mint a virágnak a szírmai, és ahogy simogatjuk, gyúrjuk,
formázók elkezdenek összekapaszkodni. Összegubancolódnak és összeszúrulnak. Nézzétek csak, össze fog zsugorodni. Én ekkora sablont használtam, és nézzétek meg, hogy ehhez képest mennyivel kisebb lett az én végső állapotom. A tábor mindennapján volt játékos mesefeldolgozás Bészáros Eszter gyermekkönyvtárossal, illetve irodalmi és egyéb játékos foglalkozás, amelyben Koroknainé Kerekes Mária könyvtáros volt Mészáros Eszter segítségére. Minden napon volt, hiszen ugye olvasótáborként is funkcionáltunk, irodalmi elem, tehát meselem, mindig adott naphoz igazodóan kerestünk tematikus meséket, amelyek ezekhez a megjelölt anyagokhoz kapcsolódnak, és ezt dolgozták fel játékos formában a gyerekek, illetve irodalmi jellegű foglalkozás is kapcsolódott mindig hozzá. A napot mindig értékeltük, ráhangolódással kezdtük, élmény szótárt vezettünk, illetve a gyerekek vezették nagy örömünkre, mindig tele voltak élményekkel, és itt fogalmazták meg egy-egy szót, kértünk mindig, hogy adott napról, vagy adott naphoz kapcsolódóan mi az, ami legmeghatározóbb szó számukra. Vigan rúgta az utat estig, amíg talált megint egy másik házat. Követ, házat, és benne egy lakót, öregasszonyt, akinek nincs semmije, és mégis van mindene. Jó. Ott aztán újból jól lakott, és hogy milyen leves tudott főzni a szegény öregasszony abból a kőből, no, azt én ugyan nem tudom. Ezt a mesét Kalári néni mondta el nekem, lehet, hogy kipróbáltátok, mikor még szegények voltak. Ti is próbáljátok. Nos, ez Illyés Gyula mese gyűjteményéből való. Számos változatban maradt fenn. Magyar népmese, így van. A tábor résztvevőit is megkérdeztük, hogy érezték magukat a héten. Melyik volt a kedvenc programod a héten, illetve miért? A nemezelés. Mert nekem az a... sokszor is csináltam azt, meg a kézügyességem pont rá illik. És mit készítettetek? A keresztet. Mi volt még a héten emlékezetes számodra? Voltunk a Farkas-szigetben, meg Kis Tamás bácsi jött hozzánk csinálni keresztet, és mi is csináltunk, és csiszoltunk, faragtunk. És neked mi volt a kedvenc programod? Például, amikor elmentünk Györfi Lajos szobrász műhelyébe. Ott mi tetszett? Nagyon szeretem az ilyen művészetet, és a szobrok nagyon érdekelnek engem általában. A kiformálásuk, hogy miből vannak. A tagintézmény vezető elmondta, hogy a hőséggel is meg kellett küzdeniük a hét folyamán. Az ebédeltetést is mi végeztük, mert ugye ez egy napi egyszeri meleg étkezést foglalt magában. Ugye mikor a tábort megterveztük erre a hétre, még nem gondoltuk, hogy ez lesz a nyár egyik legmelegebb hete, és ugye a nagy meleggel is fel kellett vennünk a harcot, de azt gondolom, hogy sikeresen. Különösen figyeltünk a gyerekek hidratációjára, tehát folyadékkal való ellátásával. Minden programelemünkre vittünk hűtőtáskát magunkkal, hűtőtásványvízzel, nagyon sok limonádé is fogyott a tábor során, napvédelemről gondoskodtunk, tehát különösen odafigyeltünk erre a nehezítő körülményre is, amire azt gondolom, hogy akadály nélkül, vagy akadálymentesen ki tudtuk küszöbölni ezt a tényezőt, hiszen nem befolyásolta előre megtervezett programokat sem, amelyeket egyébként nyilván adott napon belül mindig próbáltunk az időjáráshoz is igazítani. Tábor ideje alatt ugye a könyvtárunk is zavartalanul üzemelt, tehát koordinált munkát igényelt ez, hogy a gyerekekkel is nagyon sok helyszínen meg tudjunk jelenni, illetve a könyvtárunk is, mind a gyermek, mind a felnőtt könyvtár zavartalanul tudjon működni, és ezért nagyon hálás vagyok a kollégáimnak is, hogy ilyen jól szervezetten és koncentráltan meg tudtuk ezt oldani. Azt gondolom, hogy a gyerekek és az olvasók megelégedésére is. Kaptunk segítséget például a helyi rendőrkapitányságtól is, aki láthatósági mellénnyel látott el bennünket, tehát amikor a Farkas-szigetbe kerékpároztunk, akkor ő segítségükkel tudtuk ezt biztosítani, illetve a gyerekeknek kulcstartót, karkötőt is adtak.
illetve mi magunk is szeretnénk majd a gyerekeket a tábor végén megjutalmazni, hiszen a pályázatból lehetőségünk volt jutalomkönyveket vásárolni a gyerekeknek, és ezen a táborzáron fogjuk majd részükre kiosztani ezeket a könyveket. A Városi Könyvtár nyári olvasótábora sikeresen lezajlott. A gyerekek új ismeretekkel gazdagodtak a hét folyamán, különleges foglalkozásokban nyerhettek bepillantást, és mindezek mellett nagyon jól érezték magukat.